Jó estét kívánok! A mai vendégedmet egy kötetlen beszélgetésre hívtam. Aztán itt, ahogy készülöttem a műsorra, eszembe jutott az, hogy nem tudok a szakmájától elszakadni, hisz én úgy gondolom, hogy ez az élete, ez volt mindene, és most eljutott egy olyan pontra, ami a pedagógus szakma egyik csúcsa. Köszöntöm a stúdióban Benicsné Szatmári Révai Magdolnát. Jól mondtam, ugye? Igen, nem is olyan egyszerű mondani, ez így van. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Én örülök neki. Mindjárt elmondjuk azt is, de hát szerintem a nézők már ezt tudják, hogy az egyik kitüntetett te vagy a pedagógusok közül. Ehhez gratulálunk is. Nagyon szépen köszönöm. De még mielőtt ezt megemlítenénk, ugye te munkácsi származású vagy. Hogy kerültél a pedagógus pályára, hogy kerültél Gyöngyösre? Hát ugye én Kárpátalján születtem Munkácson, ugye egy tőzsgyökeres munkácsi családban, és ugye az ottani tanulmányaimat ugye a munkácsi Rákóczi Ferenc magyar iskolában végeztem, és ott lehetőség volt akkor, hogy 8. után tanítóképzőbe mehessünk, és nekem minden vágyam az volt, hogy tanítónéni lehessek. Nagyon tündéri tanítónéném volt alsóban, Anni néni, és mikor megkérdezték mindig, hogy mi szeretnék lenni, ha nagy leszek, én mindig azt mondtam, hogy Anni néni. Tehát biztos, hogy volt egy ilyen inspiráció, hogy egy olyan pedagógus tanított minket, aki tényleg inspirált erre, és magyar nyelven végeztem el a tanítóképzőt, mert ugye volt ilyen oktatásunk, és rögtön elkezdtem, ahogy végeztünk, magyar iskolába dolgozni, Munkács melletti kis magyar faluban, Dercenben, ahol 7 gyönyörű évet töltöttem el, mint alsós tanítónéni. Közben felvételiztem az Ungvári Állami Egyetem matematika szakára, és kezdtem algebrát és mértant is tanítani felsősöknél. Húha. Tehát ez egy nagyon ijesztőnek tűnik. Akkor ez még olyan nagyon nagy szó volt, hogy ugye mi magyarok, mert ugye kevesen voltunk azért, és magyar oktatás egyetemen egyáltalán nem volt, tehát ezzel mi azért megszenvedtünk, mert nekünk ezeket a szakokat mind ukrán-orosz nyelven kellett elvégezni. Voltak ilyen utak? Voltak, tehát olyan szempontból, hogy mi például a magyar iskolában ukrán nyelvet egyáltalán nem tanultunk. Oroszul természetesen kellett mindenkinek anyanyelvi szinten beszélni, viszont az egyetemen volt olyan tanár, aki nem volt hajlandó oroszul magyarázni, csak ukránul. Mondta, hogy Ukrajnában élünk. Tehát, és el kellett fogadnunk, megtanultuk. Tehát érdekes volt ez is. De az iskola, ahova kerültem, az egy igazi magyar iskola volt, a falu is. Talán, ha 2 ember volt benne, aki ukrán, a többi mindenki magyar. De azok is beszéltek magyarul. Mindenki magyar volt, nem is tudtak oroszul. Az volt benne az érdekes. És mi ebben a suliban annyi tiszteletet kaptunk a szülőktől, a gyerekektől, hogy szerintem azért maradtam ilyen sokáig a pályán. Én biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon fontos része volt az életemnek. Mi, ha végigmentünk a falun, az öreg bácsik kalapot emeltek a tanító kisasszonynak. És ez olyan nagy szó volt, hogy ugye ez a mai ott vagyunk. A mai nap is nagy szó. Igen, és nagyon. Olyan kollektívába csöppentem bele, akik nem nézték le, hogy na most te oda kerültél, felkaroltak minket. Nagyon jó volt az igazgatóság, a főnökök, mindenki igyekezett bevezetni minket, hogy hogyan tudjunk még jobban tanítani. Nagyon jó alapokat kaptunk. Tehát a munkácsi tanítóképző arról volt híres, hogy nagyon nagy módszertani központja volt. És minden egyes órán, minden egyes tantárgyban mi külön megtanultuk a módszertanát a mateknak, a magyarnak, az orosznak, az éneknek, amit soha nem tudtam, mégis adtam belőle bemutató városi órát. Én a nagy énekes, meg rajzolni is. Tehát minden olyan volt, hogy megtanultálták azokat a módszereket, amivel talán egy kicsit hatékonyabban tudtunk, és ez nagyon sokáig elkísért, a felsőben is. Tehát azért gondolom, hogy nekem nagyobb türelmem van ehhez, mert ugye ez az alap úgy megvolt hozzá. Tehát akkor ezt rendesen meg kellett tanulni. Nagyon. Tehát a diplomamunkánk erről szólt, tehát a rengeteg tanítás, és az a nagyon furcsa már, hogy ennyi évtávlatában, mert ezt 79-ben kezdtem el dolgozni. Hát ez már 37 éve. Igen. Tehát az első tanítványaim, azok dolgoznak most abban az iskolában. Tehát akiket én tanítottam elsőben, másodikban, azok most tanárok, sőt az igazgató is hát az én tanítványom. Ezek szerint jól végeztem munkádat. És az volt egy nagyon nagy dolog, amikor 3 évvel, hát nem is 3, már több évvel, az előző osztályommal, a 7-eseimmel kim voltunk határtalanul Kárpátalján.
azt mondták a gyerekek, hogy életük egyik legszebb élménye volt. Tehát ez egy olyan nagy szó, mert amikor elindultunk, azt kérdezték, hogy lesz-e ott villany. Hát nem tudták elképzelni, hogy mégis hát hova megyünk. Hát mondtam, hogy nem az őskorba, meg nem is a középkorba, de nem tudták elképzelni, hogy milyen lehet. Haza? Hát most régen voltam, de próbálom minden évben, hogyha van rá lehetőség, akkor elmenni. Tehát amíg szüleim ott éltek, akkor mindig mentünk. De a szüleim is áttelepültek, sajnos anyukám 10 éve már meghalt, de gyakran megyünk így is, mert a barátok, rokonok még azért ott vannak, és a tanítványok is. Hogy kerültél Gyöngyösre? Hát igen. Mert ez azért is egy nagy a távolság. Sztori. Igen, hát a férjemmel megismerkedtünk, az is érdekes volt, mert leveleztünk. Tehát akkor még ugye olyan nagy nem internet volt, meg mit tudom én micsoda, hanem valahogy írtunk egymásnak. És akkor egyszer eljött ő meglátogatni, voltam én is, hát azt mondjuk, hogy ennek már 31 éve, mert 31 éves házasok vagyunk most a nyáron, és úgy néz ki, hogy ebből a táv szerelemből, vagy nem tudom miből, tehát végül is egy tartós és tényleg házasság lett, amiből ugye 3 gyerek is született, 3 gyerekünk is. Mesélj van, akik a már nagyok. Gyerekekről egy kicsit. Nagyon nehezen születtek, tehát ez megszenvedtem mindegyikkel, tehát azt mondják ugye, hogy valaki mindent megtesz azért, hogy legyen, és ha nem akarja azt is, mi nagyon sokat kínlódtunk, és 6 éves házasok voltunk, amikor megszületett Eszter lányunk, hát borzasztó nagy öröm volt. Ő 25 éves lesz, a Corvinus Egyetemnek az MSC-s hallgatója most már, tehát nagyon ügyes, talpra esett csaj. Szegedi Egyetemet végzett alapszakon, és most szeretne mesterképzésen tovább folytatni. Helga lányom, ő Eszterházi főiskolán tanul szociálpedagógiát, de nem lesz pedagógus. Tehát mondta, hogy ő pedagógus biztos, hogy nem, megy tovább, mindenképpen szeretne tovább menni. Péter fia most érettségizik a Berze gimnáziumban, holnap lesz a szóbeli, tehát azonban túl lesz, úgyhogy szeretne ő is tovább tanulni, tehát jó eszű gyerek, az biztos, lehetne szorgalmasabb. Lesz de... olyan, aki folytatja az utadat? Hát egyelőre úgy néz ki, hogy nem. De biztos, hogy vagyok benne, hogy lehet, hogy visszakanyarodik. Helga az, akiben látom a legtöbb ilyen irányú érzéket a gyerekekhez. Nagyon tud bánni velük. De most még hát látja, hogy azért nem olyan könnyű dolgunk van, főleg a mostani időkben, úgyhogy gondolkodunk rajta, vagy gondolkodik rajta. Ha már a mostani időket említed, és csak így soroljuk ezt a mostani időt, Mi tart téged életben? Tehát mi az, amiért te minden reggel fölkelsz, és azt mondod, hogy megyek az iskolába, és megtanítom azt, hogy... Hát nem a munkamánia, pedig azt mondják a gyerekeim, hogy anya munkamániás. Imádom a gyerekeket, és nagyon szeretek tanítani. Tehát nekem az, hogy a tanítást, én még nem is tudom elképzelni, hogy abba kell valamikor, abba lehetne hagyni. Tehát én nagyon szeretek, és én úgy érzem, hogy tudok is, most ezt nem dicsekvésképpen mondom, de úgy érzem, hogy azért vannak eredményeim, és a gyerekek szeretete. Tehát érzik ők is, hogy én is szeretem őket, mert azért úgy nem indul el az ember, hogy na most akkor megváltom a világot, de bármilyen osztályom volt eddig, próbáltam mindig belőlük a maximumot kihozni. És ha, tehát nem jó képességi osztály is volt, nem lettek sokkal okosabbak, de egy olyan csapat lett mindig belőlük, hogy azt mondtuk, hogy úgy váltunk el 8. vagy le a kalappal. Most meg olyan osztályom van, hogy velük meg lehet váltani a világot. Tehát ezt mondtam, hogy egy minden tanárnak ilyen osztályt kívánok, mint amilyen most az enyém. Most 6-osaim vannak, de egy olyan csapat, hogy mindenhova. Tehát önkéntes munkában első helyen vagyunk, ezt mindenképpen mondom. Rengeteget szerepelünk, mindenhova megyünk, rengeteg versenyen veszünk részt velük. Tehát ők egy nagyon-nagyon ügyes csapat, úgyhogy, és emberséges csapat, tehát ez a másik. Mi volt, vagy mi a nehezebb? Nem is tudom, hogy tegyem fel a kérdést. Abban az időben, amikor te kezdtél munkácson, teljesen nulláról, magyarul tanítani a gyerekeket, és átadni azt a tudományt, vagy pedig a mai időben a kicsit bajosabb, kicsit nehezebb, tudjuk azt, hisz ez nem titok senki számára, hogy sajnos egyre másabbak a gyerekek.
Tehát melyik, tehát hogyha most párhuzamot kéne vonni, akkor melyiket? Hát kimondtad ezt a szót, hogy teljesen mások a gyerekek. Tehát mind a két dolognak, ugye volt egy nagyon szép alapja, tehát akkor kezdtem, akkor voltam fiatal, akkor a gyerekek, amit én mondtam, a szentírás volt. Tehát ha a tanítónéni azt mondta, hogy ezt így kell csinálni, a szülő hiába mondta, hogy az másképp van, nem, mert az így van. A mai gyerekek már nem ilyenek. Tehát itt azért látszik, hogy a rohanó világ, meg a fejlett technika, az nagyon elviszi a gyerekeket. Tehát sokkal nehezebb, én azt mondom, hogy most. Tehát én úgy gondolom, hogy nehezebb őket lekötni, inspirálni dolgokra, megtanítani olyan dolgokra, amit azt mondják, hogy ez nekünk minek kell. Miért ezt úgyse fogjuk használni? Tehát jóval nehezebb, jóval. Alsóban még, nem tudom most annyira a párhuzamot, mert alsóban is dolgoztam itt is, meg felsőben is, ott is ugye másra kell megtanítani, de a felső az már egy kemény dió. Tehát főleg, hogyha egy olyan gyereganyagot sikerül kifogni, ahol az meg kell törni azt a magot nagyon, hogy tudjál tovább haladni mindenképpen. Mit jelent számodra a díj, amit kaptál? Hát, ez a pályán megkoronázása mindenképpen. Én nagyon büszke voltam, és hát nem akarok álszén lenni, de én azt mondtam, hogy megérdemeltem. Tehát lehet, hogy valaki végre azt, valaki, aki azt mondja, mondtam, hogy megérdemeltem. Megérdemeltem. És tudom, hogy nagyon sokan szerették volna, hogy ezt a díjat megkapjam, mert én úgy tudom, hogy többen ajánlottak. Tudom, hogy a szülők, nagyon jó kapcsolatom van a szülőkkel is, tehát azt mondhatom, hogy én a szülőkkel olyan, hogy vita, meg ilyesmi, tehát mindig nagyon jó kapcsolatom volt velük. Tudom, hogy a szülői munkaközösség is felterjesztett, akkor több csoportnak tagja vagyok a Rákellenes Ligának és a Gyöngyösének, a Vörös Keresztnek, és én úgy tudom, hogy ők is ajánlottak, meg természetesen a kollégák és iskolák is. Tehát nem véletlenül, mert ezeknél a szervezeteknél is nagyon sokat dolgozunk. De hát a legfontosabb az, hogy nagyon szép sikereket is értem el. Tehát ugye én matematikát meg rajzot tanítok, tehát ha úgy vesszük, rajzból nagyobb sikereim vannak, mert azért a matekot nem mindenki érti. Tehát aki érti, szereti, és akkor, de ott is de azért vannak. Így, tehát ott is vannak, akik azért nagyon jók, de a rajzból vannak nagyon nagy eredményeik. Gratulálunk a díjhoz, és sok, további sok sikert kívánunk. Nagyon neked. Szépen köszönöm, és köszönöm, örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra. We'll be right back.